Kovacsik Zoltán, alsóhetényi helytörténész a 70-es évek óta napi szinten kijár az 51 őrtornyot magába foglaló erődítményhez. A legutóbbi eset során a mezőgazdászok nekiszóltak először, hogy nagyon mennyiségű, a szokásosnál eltérő kőtörmelékre bukkantak földművelés közben. A helytörténész ekkor értesítette a Magyar Nemzeti Múzeum régészeit, dr. Tóth Endrét és Mráv Zsoltot. Ez egy két héttel ezelőtt történt, hogy földművelés közben a traktorosok egy nagyobb területen észlelték azt, hogy a zeke megakad. És akkor beszóltak a faluba, ugye én itt lakom, kimentem a helyszínre, és láttam azt, hogy nagyobb mennyiségű kőtörmelék került elő, nem a szokványos, ami művelés közben kerül elő, hanem itt valami igazán érdekes objektum terülhet el a föld alatt. Az alsóhetényi erőd a késő római korban, a 4. században épült, és katonai utánpótlás bázis funkciót töltött be. Itt 1981-től dr. Tóth Endre vezetésével 14 éven keresztül folyt a feltárási munka, minden nyáron diákok és helytörténészek bevonásával. Ugyan az első eredményekre 1991-ig kellett várni, de az ásatás felülmúlta az elvárásokat. 1970-es évektől kezdődtek a pannoniai úgynevezett belső erődök feltárása. Ezek ugye nem a limes, a római védelmi vonal, a Duna mentén lévő katonai erődítmények voltak, hanem a tartomány belsejében is készültek ilyen erődök, és ezek közül az egyiknek a maradványai vannak Alsóhetényben, a másik északabban Ságváron, meg Balaton nyugati végén Fenékpusztán. Tehát ezek az erődöknek szisztematikusan folyt a feltárása, és tulajdonképpen ez eredményre is vezetett, feltérképeztük, meghatároztuk a korát, a 4. században épültek, katonai utánpótlási bázisok voltak, ez a lényegük. Két fontos lelőhely található még az erődítményen kívül, Mászlony közelében az erődítmény temetője különleges épületekkel, sírokkal, és Szaks községtől déli irányba feltételezhetően egy római erődített várost rejt a föld. Most a feldolgozásokkal úgy állunk, hogy én ástam a Ságvári erődöt, annak most folyik a tulajdonképpen évvégére, ha elkészül a feldolgozása, azután következik Heténypuszta. Itt én elsősorban a temetőkápolnát szeretném először publikálni, mert ez egy különleges alaprajzú épület, különleges sírokkal, 4. századi pannonia történet, ez különösen fontos, és aztán utána folyik az erődnek a feltárása. Most itt a látványosabb leletek azok a rómaiak által másodlagosan felhasznált sírkövek voltak, amiket beépítettek. Ezek római sírkövek, márványból, nagyon jó minőségűek. Ezeknek ebben az évben, mondjuk a jövő év elején elkészül a helyreállítások, restaurálások, tisztítások, azok a Nemzeti Múzeumban vannak, és ezek teljesen váratlan is új forrásokat jelentenek a körzetnek a történetéhez, mindenképpen egy római városhoz tartozó temetőnek az emlékei ezek. Az alsóhetényi katonai erőd 95%-a már feltárásra került, azonban a vélhetően köré épített objektumok feltérképezése még nem történt meg. Feltételezhetően egy a déli bejárattól délre, 200-250 méterre található az a hely, ahol a szakemberek GPS koordinátákkal határozták meg az újabb feltárásra váró területeket. Az, hogy pontosan hol volt ez a korábbi császárkori római város, nem tudjuk. Ugye az erőd 4. századi. A sírkövek azok korábbiak 150-200 évvel, tehát egy azokhoz tartozó városi települést kell találni még, amit még nem tudunk, hát ez a jövő zenéje, hogy hol lehet majd fellelni. Többen élnek a környéken Tolna megyében, akik gyermekkorukban átélt élményeiket követően a szülőhelyük múltja után nagy érdeklődést mutatnak, és a mai napig részt vesznek a kutatásban, a gyűjtésben és felelősséggel őrzik a múlt emlékeit. 10 éves koromban találtam én itt az első római kori pénzeket, hogy abban az időben nem volt fémkereső, Gölléből átjöttünk gyalog meg biciklivel, és itt a hetényi barátom a gerencsér gyerekekkel mentünk ki többször is, és hát volt olyan délelőtt, hogy 10-15 darab római kori pénzt találtam, ebben voltak kisebbek, nagyobbak, és hát így kezdődött az én
elköteleződésem tulajdonképpen a római érmék gyűjtése után, illetve hát maga Hetének a történet. Ugye köztudott, hogy Alsó-Hetény a piarista birtokhoz tartozott, ugye, és Göllá volt itt az egyik központja a piarista birtoknak. Tehát itt hallottam idősebb emberektől, hogy mennyi mindent találtak, ugye pénzeket, szobrokat is többek között, akkor csengőket, tehát stb. Ilyen bronzkori bronz tárgyakat, és hát ezeknek egy része Nemzeti Múzeumban van, illetve a Kaposvári Múzeumban, ott is láttam több előkerült leletet. Az eddigi és a jövőbeli kutatási anyag is egy nagy számú szakemberekből álló csapat közös munkájának köszönhető. Az új terület feltárási munkálatai 2020 tavaszán folytatódnak majd.